Azt gondolom, nagyon egyszerűen megfogalmazható, emberhez méltó életmódot, életstílust kínálunk fel. Ha a Bence és Regulának a lényegi üzenetét keressük, akkor tulajdonképpen a viszonyulás az Jézus Krisztus, és az a józan, ősi biblikus hagyomány, hogy amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak se a mindennapi életben, és az, hogy próbálj eligazodni ebben a világban, vedd föl a fő irányt, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, és a másik embert, aki ugyanolyan, mint te, úgy, mint magadat. És hát ebben a három lépésben, vagy hármas lépésben igazából véve megkeresni azokat az egyensúlyokat, ahol a test, a lélek, az emberi személy, aztán belefér a kultúra, belefér a gazdálkodás, a művészet és minden egyéb, gazdaggá teszi az ember és az emberi közösségnek az életét. És a bencések egyszerűen ezt csinálták, nem, hogy mondjam, jöttek, mentek a világba, hanem letelepedtek, szerették a stabilitást, az egy helyen való megmaradást, ez fogadalomként is jelen van a Bences Regulában, és azt a általuk meghódított területet, azt a talpalatnyi területet, azt az elővételezett paradicsommá, édenné tették. Mintát adunk a közös életre, a sikeres együttlétre. Mintát az Isten kapcsolatra, és ezt a megküzdött, kivívott belső egyensúlyt megpróbáljuk a kultúra hajszál erejével az iskolában, a lelkipásztori munkában továbbadni. Az 1600-as években protestáns gimnázium működött Kőszegen, amit a jezsuiták megszüntettek és elhatározták egy katolikus gimnázium létesítését. 1667-ben rakták le az épület alapkövét, és 1777-ben megindult a tanítás 180 diákkal a jezsuita rend vezetésével. A tanulók között számos roppant jelentős alakot láthatunk, illetve a tanárok között is. Kiemelkedik közülük talán Faludi Ferenc atya, aki tanítványa is volt a gimnáziumnak, aztán később 1750-53-ig igazgató rektora is. Az ő tanítványa volt Reinisch József, aki kőszegi születésű fiatalember volt. Aztán később, amikor a pályája kiteljesedett, a korszak egyik legjelentősebb irodalmi vitájának, a prozódiai vitának az elindítójaként tartjuk őt számon. Ez a vita többek között ahhoz járult hozzá, hogy kialakuljanak, illetve rögzüljenek a magyar nyelv időmértékes verselésre való alkalmasságának elvei. Különös és izgalmas kortársa Reinisch Józsefnek mindössze 10 esztendővel volt fiatalabb nála. Egy szintén kőszegi születésű fiatalember, őt Fábcsics Józsefnek hívják. Itt született a városban, itt végezte az iskoláit a jezsuita gimnáziumban, aztán később Győrbe került. Fábcsics az egyik legharcosabb munkatársa volt Kazinczy Ferencnek, és híve a nyelvújításnak, olyannyira, hogy néhány ötlete az egyenesen kuriózum számban ment, maguk a nyelvújítók közt is. Tehát ezek az évek, a jezsuita gimnáziumnak az évei, jelentik azt az alapot, amiről aztán indulhatott tovább az iskola, amelyet aztán a Bencés rend virágoztatott fel. Sej Frigyes a gimnázium egyik legkülönlegesebb diákja, több szempontból is. Egyrészt hatalmas karriert futott be, ami talán kevéssé ismert a magyar közönség számára. És nagyon fiatalon és nagyon korán a gimnázium diákja lett, mint zsidó diák. 1823-as bejegyzés található az anyakönyvben. 1815-ben már Kőszegen született. A család, Sej család 18. század végén került a városba. Sej Frigyes később Bécsben tanult, a politechnikumban. Bankár lett, Albrecht főherceg pénzügyi tanácsadója, a tőzsde alelnöke, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke. Gyönyörű palotát építetett a Ringstrasse-n. Tehát az a tipikus zsidó pénzügyi karrier,
ami indul egy nyugat-magyarországi településen, kisvárosban, és Bécsig ér. Csernel Kálmánról, aki 1822-ben született itt Kőszegen, annyit mondhatunk el mindenképpen, hogy nagyon érdekes életpályát futott be. Nagy lelkesedéssel készült az ügyvédi vagy a jogászi pályára, illetve részben politikus is szeretett volna. Azonban 1848-ban nemzetőrként összeszedett betegsége miatt teljesen visszavonult a közélettől, csak városi posztokat fogadott el, azokat is társadalmi munkában végezve. A helytörténeti munkájában legjelentősebb volt a Kőszeg-Szabadkirályi város jelene és múltja, amely máig Kőszegnek egyetlen monográfiája. Felvetette azt az ötletet, hogy az óház tetőn egy milleniumi emlékművet kellene állítani, amit részben az emlékének adózva megvalósítottak a kőszegiek 1896-ban. A kőszegi Csernel család több férfi tagja a bencésekhez járt gimnáziumba. Csernel Kálmánhoz hasonlóan fia, a későbbi ornitológus Csernel István is a bencéseknél tanult. Meghatározó éveket jelentett számára ez a pár esztendő. Olyannyira, hogy későbbi ornitológus pályáját meghatározta. Csernel Istvánról kevesen tudják, hogy ő honosította meg Magyarországon a lábszánkózást, vagyis a síelést. 1891-es norvégiai kutató útján, ami egyben NASZ útja is volt, feleségével, Ród Dórával több kutatást végeztek a szigetvilágban. Ekkor találkozott István és felesége a síeléssel, amit kőszegi hegyekben is gyakran végzett. Két gyermekük született, Márta és Miklós. A család Kálmánhoz hasonlóan tovább örökítette a lokálpatriotizmust. A fiú több bencés diáktársával együtt önként bevonult a seregbe. Miklós csak harmadjára vették fel gyenge fizikuma miatt. Sajnos Miklós nem tért haza. 1916-ban Galíciában elesett. A gimnázium két diákja 1923-ban született, mindketten Kőszegen, és mindketten nagyon kiemelkedő figurák. Az egyik Lórán Gyula, az aranycsapat középcsatára, híres labdarúgó. Disszidálása után a 60-as évek második felében edző, edzőként is nagy karriert futott be, ami ritkaság, hogy valaki labdarúgóként és edzőként egyaránt nagy hírnevet szerezzen. Egyebek mellett a Bayern München csapatát hozta fel, és jutott a sikerhez. A másik diák, aki szintén a gimnáziumba járt, Szabadvári Ferenc, kémikus, ő is 1923-ban született. Kémikus, akadémikus, de igazából a kémia történetben ért el nagy eredményeket, nemzetközi díjazásban részesült a könyve, amit a 60-as évek elején írt, és az Országos Műszaki Múzeumnak volt az igazgatója. Hát én 1945-től 48-ig voltam bencés diák, hát számunkra bencés székháza, hogy nem tudom, hogy most hogy nevezik, a rendházat mi bencés székháznak neveztük. Hát ez egy olyan szent hely volt, ott laktak a tanáraink. Hát én nekem a bencés tanárok közül egy Diósi Ákos nevű nagyon kiváló tanárral kapcsolatban vannak a legszebb emlékeim. Az, hogy én belőlem kémikus, akadémikus lett, azt én neki köszönhetem. Azon kívül, hogy egy kiváló tanár volt, egy abszolút showman volt. Ma már minden tanteremnek a falán, egyetemen, iskolában ott lóg a Mendelejev-féle periódusos rendszer, és senki rá se néz. Ő a maga tussal rajzolt egyet, és azt így föltekerve állandóan a hóna alatt hordta. És hogyha valami új elemet tanultunk, akkor kiküldött valakit a folyosóra megnézni, hogy nem hallgatódzik-e valaki, lehalkította a hangját, és azt mondta, hogy ezt most nektek, mint barátaimnak mondom csak el, és akkor egy pillanatra letekerte a periódusos rendszert,
megmutatta annak az elemnek a helyét, körülbelül elmondta, hogy mi következik abból, hogy hol van a periódusos rendszerben, és utána gyorsan visszatekerte. Engem olyan izgalmi állapotba hozott ez, hogy tudtam, hogy ez csak egy-két percig lesz letekerve, hogy ittam valósággal az információkat onnan. Hát emlékszem a durranó gáz kísérletre, amikor a hidrogén meg az oxigénnek a reakciója nagy durranással jár, ő akkor a nagyobb hatás kedvé a fejére húzott egy ilyen pilóta sapkát, kiürítette a első két sort, hátra kellett ülni, mert mondta, hogy ez nagyon veszélyes, persze nem volt. És hát ott ültünk, és hát nagyokat, abszolút primitív körülmények között létrehozta a kísérletezésnek a lehetőséget. Szóval én akkor 13 éves koromban elhatároztam, hogy kémikus leszek, és az is lettem, úgyhogy ezt én őneki köszönhetem. Hát az énektanárom, azt Németh Dömének hívták. Hát az nem volt egy tipikus bencés tanár, egy kis, alacsony, ilyen pocakos ember volt. Nem volt egy jó tanár. Minden év azzal kezdődött, hogy ugye akkoriban mutattunk, és hát mindig eldőlt, hogy kit vesz be az énekkarba. És mindig azzal kezdődött, hogy ő leült a harmónium elé, egyenként oda kellett állni, és ő egy-egy hangot megütött, és azt a hangot el kellett énekelni. És mikor negyedik gimnazisták voltunk, már 14 éves voltam, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen én úgy tudnék kimaradni az énekkarból, hogyha hamisan énekelnék. És addigra én már mutáltam, tehát a hangomon nem múlott, és tényleg elég jó hallásom volt, és szándékosan hamisan énekeltem, de annyira, hogy hát ő, mint szakember, ezt észrevette. Egy darabig nyomkodta a hangokat, én hamisan énekeltem, és őneki a testi fenyítési írus az úgynevezett kacsacsőrös volt, ami nem volt egy különösebben fájdalmas dolog, vissza kézből pofon vágta az embert így. Úgyhogy nem szólt egy szót se, fölkelt, adott nekem egy kacsacsőröst, mondta, hogy be vagy véve az énekkarba. Nem szerettem azt a komor tekintetet, amellyel Siska Gábor tanár úr pásztázott végig rajtunk, friss diákokon az Asztrik-terem fület levegőjén keresztül. De talán ez a tekintet pótolta azt az apai tekintetet, amelytől több száz kilométerre voltam, és segített, hogy egy jobb ember legyek. Nem szerettem azt a megvetést, amelyel korándatya nézett rám az első közös estímánkon, amely során voltam elég bátor alsónadrágban megjelenni, de tekintetében fel kellett ismernem a saját ízléstelenségemet, és azóta nem megyek alsónadrágba akárhová, sőt megtanultam én is zavarba ejtően nézni, ha ízléstelenséget tapasztalok. Nem szerettem az osztálytársakat, mert az első pillanattól kezdve olyan más volt mindenki, mintha nem is egy nyelvet beszéltünk volna. Persze azóta fel kellett ismernem, hogy a különbözőségünk a legnagyobb erősségünk. Nem szerettem, hogy el vagyok választva a könnyed szerelmi viszonyoktól és a külsős barátoktól, de rá kellett jönnem, hogy azok a kapcsolatok, amelyek túlélték ezt a 4 évet, erősebbek, mint amikről valaha is álmodni mertem volna. Nem szerettem az 1000 éves falakat, sem a házi rendet, amelyeknek az erősségéről és megtartó erejéről itt minden felnőtt ódákat zengett. De rá kellett jönnöm, hogy a falak minden egyes kövei és a házi rend minden egyes betűje egy-egy szem egy hatalmas védőhálón. Nem szerettem a tesi tanárokat, akik állandóan futtattak és a legnagyobb téli hidegeket úgy gondolták, hogy elintézhetik egy hopsza sapka, hopsza sárkezetű mondókával. De egyedül nekik köszönhetem, hogy a testőmen indexem már a normális tartományba tartozik. Nem szerettem látni a végzősökön a farsangi megszorításokat, hogy sem alkohol, sem semmilyen káros szenvedély nem szerepeltett a filmjeikben. De rá kellett jönnöm, hogy ezek olyan megszorítások voltak, amelyek végső során a kreativitásunkat serkentették. A Bence és Rend közösségi létezés módjában van egy családias karakter. Mi nem kaszárnya vagyunk.
hanem törekszünk minden emberi gyarlóság ellene egymást is elfogadni, szeretni, megbecsülni. A közösségnek is van egy belső hierarchiája, adott esetben az az előjáró választásban jelenik meg. Tehát ez az élet, és ezt az életet, ezt a szeretetet, a családi karaktert átvisszük a diák sítjára is.